Hír 3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. Ezer 1995-ben jöttünk létre, közel 20 évesek vagyunk, és akkoriban azért alakult az Egyesület, hogy a katolikus kezdeményezéseknek, amelyek a felnőtt képzés területén, illetve az ifjúsági képzések területén folytak, egy teret biztosítson, egy fórumot a találkozásra, illetve hogy valamilyen módon erősítsék ezeket a szervezeteket. Természetesen eltelt 20 év, és emellett további célok jelentek meg. Számunkra most is nagyon fontos az együttműködés biztosítása, illetve azoknak a szervezeteknek a segítése, erősítése, támogatása, akik a katolikus felnőtt képzés területén működnek. Emellett civil fejlesztéssel foglalkozunk, fontos szerepet kap az ifjúságnevelés. Mai Magyarországon amúgy is kuriózum az a felnőtt képzés, amit mi amilyen értelemben mi használjuk, hiszen a jelenlegi felnőtt képzési törvényünk elsősorban a szakképzésre, szakmai fejlesztésre koncentrál, itt viszont olyan nem formális általános célú képzésekről beszélünk, amelyek az emberi személyiséget fejlesztik, illetve felkészítik őt a társadalomban való életre, működésre. A Pontekel lesz ifjúságfejlesztés Városon és Vidéken című projektünk, egy három megyei helyszínen megvalósuló projekt volt, ahol ifjúsági információs szolgáltatással, nem formális képzésekkel és közösségfejlesztéssel foglalkoztunk. Székesfehérváron, Szombathelyen és Egerben. Viszont a legutóbbi felméréseink alapján körülbelül csak akik a mi tagszervezeteink közé tartozó képzéseket igénybe veszik, 12-13 ezer fő, tehát elég jelentős országos szinten. Családi életre felkészítő képzések, párkapcsolati képzések és különféle családi életvitel képzések. Ez egy kategória például, de vannak különféle ügyviteli dolgokra felkészítő képzések, és elsősorban a civil szektorban, tehát itt non-profit management képzésekre gondolunk, vagy olyan civil társadalmi aktivitásokra felkészítő képzésekre, amelyek hatására később civil szervezeteknél tudnak önkéntes tevékenységet vagy munkatársi tevékenységet vállalni a résztvevők. Vannak aztán olyan képzéseink, amelyek mondjuk művészeti jellegű felkészítések, például ikonfestés, ugye egy ilyen tipikus jellemzőnk, de vannak olyan ifjúsági vezetőképzések is, amelyek arra készítik föl a fiatalokat, hogy utána ők kis csoportok közösségek vezetőiként állják meg a helyüket. A nyilvánossági kommunikáció fejlesztése a Vajdaságban, ez volt a címe, ez a Külügyminisztérium támogatásában valósult meg, és a lényege az volt, hogy fejlesszük a Vajdaságban működő civil szervezeteknek a nyilvánossági kommunikációt, tehát média használatát, online megjelenését, vagy bármilyen olyan promóciós anyagait, amikkel ők ott érvényesülni tudnak, ott megteremthetik a saját jó hírnevüket. Nagyon sikeres volt, már a kezdet is sikeres volt, hiszen a 15 helyre, lehetséges képzési helyre 25-en jelentkeztek, tehát ez is mutatta számunkra, hogy nagy az igény erre a Vajdaságban, és minden résztvevő sikeresen elvégezte a képzést, levizsgázott, és azóta is élénk kommunikáció folyik az általuk teremtett levelező csoportban, és segítik egymás munkáját. Még egy kiemelt pontunk van Erdély, hiszen székhelyünk Szegeden van, tehát így a Vajdaság és az erdélyi kapcsolatok szinte adják magukat, ugye a két közeli ország. Erdélyben van egy hasonló ernyőszervezet, a Proedukációna Egyesület, és ővelük számtalan projektben közösen veszünk részt. Ezek van, amikor képzésfejlesztő, tananyagfejlesztő programok, van, amikor egyszerűen csak egy projekt generáló műhelymunka, vagy egy tanulmányút egymás között megfigyeljük, egymás tevékenységeit tanulunk egymástól, tehát több együttműködés volt már erdélyi munkatársainkkal is.
Volt egy 2008-tól induló programunk, aminek a címe az, hogy Nők a civil életben. Itt számtalan nagyon jó tapasztalatot szereztünk abban, hogy aktivizáljuk a nőket kis településeken arra, hogy fejleszték a közösségi életet, akkor ők csodákra képesek. És ezt most egy picit tovább visszük 2014-ben. Van egy olyan projektünk, aminek a címe Vitalitás, és itt helyi közösségek motiválása családokon keresztül. Most arra gondoltunk, a tapasztalataink azt mutatták az előző projektben, hogy a hölgyek bevonták a férjeiket, sokszor már kamasz gyermekeiket is abba, hogy a helyi közösséget fejlesszék, így több generációt tudtak, illetve több célcsoportot megszólítani. Most úgy gondoljuk, hogy eleve már családokat vonunk be arra, hogy kis településekről érkezve felkészítjük őket egy közösségfejlesztő folyamatra, és ott azt szeretnénk a két éves projekt során elérni, hogy aktivizálják a helyi társadalmi életet. Tavaly évben indítottuk Grundvik Senior önkéntes program keretén belül azt a programot, hogy lehetőséget biztosítunk 50 év feletti hölgyeknek és uraknak, hogy tanulmányozzák az időskorú önkéntességet, illetve az időskorú képzéseket Ausztriában. Van egy osztrák cserepartnerünk, a Forum für katholische Erwachsenenbildung, és velük közösen valósítjuk meg azt, hogy osztrák önkéntesek jönnek Magyarországra 3 hétre, illetve Magyarországról mennek ki 3 hétre Ausztriába, Linz, Klagenfurt és Eisenstadt a célvárosok, és ott egyrészt bekapcsolódnak az ottani időskorúak képzésébe, másrészt tanulmányozzák a munkájukat, és szeretnénk, hogyha ebből Magyarországra is tudnánk áthozni olyan módszertani tapasztalatokat, hogy nálunk is aktívan induljon el az időskorúaknak a képzése. Szegeden a Kerkai Jenő Népi Kulturális Tanodában általános iskolásokkal foglalkozunk. A tanoda nevéből következik, hogy itt tantárgyi fejlesztések is jelentősek, tehát egyfajta korrepetáció, iskola kiegészítő, fejlesztő programok vannak, de emellett olyan életre nevelő műhely munkákat is biztosítunk, mint drámapedagógia, vagy olyan életmenedzsment témák, közlekedésbiztonság, internetbiztonság, pályaorientáció, amivel segítjük a fiataloknak a fejlődését, talpraállását az életben, és hát természetesen ez sok szabadidős programmal is, mint múzeum, kiállítás, látogatások, színházlátogatások is megtüzdeljük.